Később kezdődik és tovább tart az idén az eper szezon. Az ár tekintetében nagy a szórás. A hazai szabadföldi eper kilónkénti ára 4000 forint, import epret viszont már 1300 forintért is lehet kapni. Már megjelent a piacokon és a boltokban a hazai eper. A szokatlanul hideg április miatt azonban kevesebb, de jobb minőségű terméssel számolnak a termelők, mint tavaly. Egy bokron 80 deka, 1 kiló mostan, meg nincsen rajta 10 deka. A fóliás eper április vége óta kapható. A szabadföldi ezen a héten jelent meg a kereskedelemben. Az árak változóak. Az elsősorban Spanyolországból származó import eper kilóját már 1300 forintért meg lehet vásárolni. A legolcsóbb hazai eper viszont 2000 forintnál kezdődik. Nagyon örülök, végre! És kicsit igaz drágább, de már legalább friss eper, úgyhogy reméljük, hogy lesz folyamatosan. Az eper az egyik leggyorsabban romló gyümölcs, 2-3 napnál tovább hűtőben sem tartható. Már keresik, most jelen pillanatban elfogyott, de szerencsére már most folyamatosan jön, édesebb, finomabb, mint az import eper. Az eper csak kézzel szedhető. Az élő munka költség az utóbbi 10 évben 2,5-szeresére nőtt. Tavaly a Covid miatt ugrott meg az ár, hiszen a zárlat miatt alig érkezett import eper az országba. Nagyon heterogén a termés. Van olyan eper, ami már érik, de van közte még olyan, amelyik még nem is virágzik. Egy picit elhúzódó lesz szerintem a szezon. Nem egyszerre virágzik az időjárás miatt. A vásárlók most még csak a nagyszemű epret keresik, jellemzően kis tételben napi fogyasztásra. Amikor csúcsra jár a termés, lejjebb megy az ár. Akkor már a kisebb szemű eper is el kell, abból lesz a lekvár.